Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, egy áldott estét kívánok mindannyiatoknak, akik eljöttetek, hogy együtt legyünk ezen ima héten. Meghívlak, hogy a 10-es számú éneket énekeljük az üdvös adventi énekeskönyvből. Szent érzelem tölti keblem. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hála dicséret, dicsőség szálljon fel te hozzád, végtelen jóságodért, kegyelmedért. Köszönjük, drága megváltónk, hogy megsegítettél, hogy megérhessük ez ima hetet. Köszönjük, drága megváltónk, hogy te megígérted, hogy velünk leszel a világ végezetéig. Köszönjük azt, hogy te vagy az ige, és az igét tanulmányozhassuk, és az ige elvezérel minket minden igazságra. Drága megváltónk, te tudod, hogy egyen-egyenként nekünk milyen útat szántál, hogy te hozzád érjünk, és te veled legyünk. Segíts, Úr Jézus, hogy mindenekben neked tudjunk engedelmeskedni. Kérünk szépen, Úr Jézus, most, hogy áldjál meg itt leborulva, segíts meg, hogy valóban a szeretet jellemezze életünket, mert te azt is megígérted, hogy az utolsó időben bár a szeretet meghidegül, de arról ismerik meg, hogy a te gyermekeid vagyunk, ha egymást szeretjük. Adjad ezt a szeretetet a mi gyülekezetünk szívében. Segíts, hogy téged dicsérünk és magasztaljunk, és világosságok legyünk az emberek számára, és azok a világosságok, amit a te ígédben tudunk megtalálni. Hallgassál meg, és légy a szószólóval. Küldjél nekünk üzenetet, hogy azokat megtartva, azok szerint éljünk. Drága megváltónk, küldjed a Szent Lelket, hogy munkálkodjon a mi szívünkben, és megértjük mindazt, amit nekünk üzenni akarsz, máma. Dicsérünk és magasztalunk most, és életünk minden idejében. Amen. Thank you.
Köszöntök mindenkit, sok szeretettel, és örülök annak, hogy itt lehetünk Isten házában, és együtt imádhatjuk az Istent. Jó itt lenni a közösségben, és jó Isten ígéje körül összegyűlni minden este az ima hét keretében. Az ima heti tanulmányunk a proféciákkal foglalkozik, de azért, hogy ne legyen csak prédikátus, egy egész kevés imádság, és Isten házában, az imádság házában vagyunk, és ima héten is vagyunk, ima órán lévén, gyertek, szálljunk több időt az imádkozásra. Meghívlak, hogy most kezdetben hálaadó és dicsőítő imákkal kezdjük. Egész röviden próbáljunk meg abszolút semmit ne kérni, csak köszönjük meg az Istennek lelki, fizikai áldásokat, és dicsőítsük és magasztaljuk a nevét, ami azt jelenti, hogy értékeljük az ő tulajdonságait. Meghívlak, hogy aki indítást érez, próbáljunk meg nagyon röviden, és csak háladással közeledve az Úrhoz, álljunk fel, és egy néhány személlyel imádkozzunk. Amen. Szituáció, és bármennyire nehezen tudtuk kezelni, te mindig ott voltál, és éreztük a jelenlétedet és vezetésedet. Amen. Amen. Mivel, hogy két gyerek is van jelen, a tanulmány végén vannak gyerektörténetek, engedjetek meg, hogy mondjam el a ma esti gyerektörténetet. És lehet, hogy még online is egy néhány gyerek nézi ezt az adást, utána pedig majd egy fuvola szóló választja el a felnőtt prédikációtól, azután pedig a ma esti tanulmányt is átbeszéljük. A kis történet címe az, hogy kódfejtés. Egy elég régi történet, egy Pierre-François Bochard, egyiptomi katonatiszt, és francia katonatiszt, akik Egyiptomban próbálták egy ókori várost rekonstruálni, feltárni. És amint ez a katonatiszt vezette a munkálatokat, munka közben egy nagy darab fekete gránit követ találtak. Furcsa írása. Persze finoman kiemelték, próbáltak megnézni, hogy mit ír rajta. Egy egyedi kő volt, hiszen három különböző nyelven íródott szöveg volt rajta. Az első az ógörög nyelv volt, a második az úgynevezett egyiptomi démotikus írás, ami egy úgy nevezték, hogy a nép írása, hiszen a hieroglifákból alakult ki egy könnyebb fajta írás. A 8. századtól használták ezt egészen a görög nyelv bevezetéséig, és a harmadik írás pedig a régi hieroglifákkal, vagy hieratikus írásnak is nevezik ezt. Ezt a papok írásának nevezték, a hieros, azt jelenti, hogy szent. Érdekes módon ez a három szöveg egy és ugyanazt jelentett. És azért egyedi ez a könyv, Rosetta könyvnek is nevezték el, hiszen a három szöveg alapján akkor először sikerült megfejteni az ókori hieratikus, vagy hieroglifákkal írt
képírást, egyiptomi képírást. Összevetették a három szöveget, és ebből több évi kutatás után rájöttek, hogy mindenik rajz, mindenik jel, mindenik hieroglifa mit jelent, és így fedezték ezt fel. Szükség van nekünk is információra, ahhoz, hogy valamit értelmezzünk. Kell egy előzetesen valami, amire rá tudjunk jönni a következő, vagyis az ismeretlen írásokra vagy információkra. A Bibliában is vannak proféciák. Vannak olyanok, amelyek gyerekek részére is elfogadhatóak, ismertek, és olyan könnyűek, hogy ők is meg tudják érteni. Ezért itt a tanulmány végén a gyerekek részére főleg, de mindannyiunknak egy néhány tanácson adva, amikor a Bibliát olvassuk, vagy a proféciákat olvassuk, imádkozzunk a Szentlélekért, legyen meg egy előzetes Biblia ismeretünk, az, amit a gyerek fel tud fogni, azokat ismerjük, hogy erre alapozzuk a további üzenetet. El lehet kezdeni a tanulmányozást gyerekbibliákkal. Nagyon sok szép, színes gyerekbiblia van, amiben el lehet sajátítani a Bibliának a könnyebb, érthetőbb üzenetét. Azután pedig mondja a tanács, ha valamit nem értünk, kérjük olyan személyek segítségét, akik jártasabbak ebben, és meg tudják magyarázni nekünk ezt. A Rosettai kőtáblán található szöveg lényegében eléggé unalmas. Nem volt rajta más, mint egy rendelet, egy királyi rendeletet tartalmazott a különböző részletekkel. Viszont a Bibliában még találunk számos proféciát Egyiptomra. Tudom mondani egy ilyen proféciát, ami Egyiptomra szól? Több is van, de hiszen a legismertebb Jézussal, Jézus életében teljesedett. Hova menekült Jézus? Egyiptomba. És így mondja a profécia, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Adna az Isten, hogy legyetek ti is gyerekek, és mi is mindannyian felfedezők. Ha valamit nem ismerünk annyira, addig kutassuk, addig keressük a megfejtését, ameddig megtaláljuk annak az értelmét. Hallgassunk most meg egy zenét, utána pedig a profécia, a proféták sorozata tovább folytatódik.
Szeretem az imahetet a néhai Timi Sanyi bácsi mondásával megfogalmazni, a nagy ima hét, ami a nagy engesztelési napból lehet vette át a megfogalmazását. Igazából fontos szerepet tölt be minden keresztény életében. Egy hét, amikor többet foglalkozhatunk a lelkiekkel, többet töltünk Istennel, Isten házában. Főszerepe az, hogy vizsgáljuk meg saját életünket. Leltározzuk fel az elmúlt negyed évben, milyen módon vezetett bennünket Isten. Pontozzuk azokat, és említsük meg Istennek hálaadásként azokat az áldásokat, azt a sok jót, amit kaptunk őtől. És nem utolsó sorban, vizsgáljuk meg életünket a bűnök, mulasztások szempontjából is. És az imahét keretében alkalmunk van bűnvallást tenni, megvallani, és Istentől bocsánatot kérni a bűneinkre, és egyetlen egy imádságra, ami azonnal válaszol Isten, és biztosan, ha őszintén megvalljuk bűneinket, ő azonnal, azon pillanatban ő megbocsát, és elveszi a mi bűneink terhét. Ezen az imahéten a tanulmányunk a prófétákról, próféták írásairól szól. Ma esti témánk hasonló kötődik a gyerek történethez, egyfajta magyarázás, vagy hermeneutikai téma. Helyesen olvassuk-e a Bibliát? És pontosabban az alcím, mit mondott Jézus arról, hogyan értelmezzük a prófétai szót? Meghívlak, hogy bevezetőként két bibliai igerészt olvassunk fel. Az első Máté evangélium a 13. fejezet, onnan pedig a 36. vers. Ekkor elbocsátotta a sokasságot és bement a házba, tanítványai pedig oda mentek hozzá és azt mondták, magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Magyarázd meg nekünk, kérték a tanítványok Jézus Krisztust. A másik textus Lukács evangélium a 24. fejezet, 27 és 32. verse, Máté 24, 27 és 32. És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Akkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjezett a mi szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat. Igen, a ma esti témánk, ahogy a címből és alcímből kitűnt, Jézus Biblia magyarázási módszerét mutatja be a mi részünkre. Ha általában a szövegek magyarázását, vagy interpretációját nézzük, sokfajta elmélet, sokfajta magyarázási interpretációs módszer van, és elv. Itt viszont ma este kimondottan, hogy magyarázta Jézus. Melyek voltak a jézusi Biblia magyarázat alapelvei? Jézusnak a személye különleges, hiszen ő egyszerre volt az üzenet, és ugyanakkor a próféta is. Üzenet volt, hiszen az ő életében teljesedett be sok profécia. De proféta is volt, mert ő is mondott el proféciákat. Ő is jövendőlt, ő is üzent, ő is tanította az embereket, amelyeket majd később mások magyaráztak meg. Jézus Krisztus, mondja a tanulmány, nem csak a kinyilatkoztatás és a kinyilatkoztató, az üzenet és az üzenet közlője volt egy személyben, de a szentírásokat is kiválóan magyarázta. És ugye, hogy a bevezető igéből is kitűnt, ő Mózestől elkezdve az akkori ószövetségi írások utolsó könyvéig elvette sorjába, és a proféciákat magyarázta meg nekik, amik rá vonatkoztak, hogy adja meg a folytonosságot, hogy ő nem valami újat mond, hanem ő alapoz mindarra, amit eddig megjövendőltek, ami eddig meg volt írva. Igazából az igazság egy progresszív ívet mutat be, és Isten igéje sohasem mond egy ellent egymás saját magával, hanem mindig épít tovább és tovább. Az új üzenetek, azok ráépülnek a régire, és így adnak meg egy növekvő folyamatot. Jézus Krisztusnak a küldetése az volt, hogy bemutassa az írások jelentését.
Olyan időben született meg Jézus Krisztus, amikor megvoltak az írások, de nagyon-nagyon félre voltak magyarázva. Az akkori írástudók, papok, vezetők teljes egészében mondhatjuk nyugodtan úgy, hogy kimagyarázták, félre magyarázták az akkori Tórát, a szent könyveket. A népnek szüksége volt valakire, aki helyre tegye, aki helyére hozza az írások igazi magyarázatát. Krisztus tehát nem csak tanító és próféta volt, hanem ami példaképünk, ezért az ő írásmagyarázati elveit hadd nézzük meg és vizsgáljuk meg ma este, hogy tőle tanulva az igazi magyarázást, az igazi megértést sajátítsuk el őtőle. A Lukács evangélium a 21. fejezetéből idézett két ige, ez az Emmausi történet. Amikor a két tanítvány a feltámadás után mentek Emmaus fele, teljesen kiábrándulva mindabból, ami történt, nem értettek semmit az egészből, hiszen ők Jézusban a Messiást látták, és várták, hogy megalkotja és felépíti az új dávidi királyságot, és erre fel meghal. Ott hagy minden, és összedől bennük minden. És ezért volt Jézusnak szüksége, hogy magyarázza az írásokat, egy új alapra helyezze, pedig azelőtt is próbálta magyarázni, de nem volt kivel, nem volt kinek mondani, mert ők egyet hallottak, de egészen mást értettek. És csak úgy zárójelben említem meg, hogy sokszor mi is csodálkozunk azon, amikor embertársaink, lehet más vallású hittestvéreink, vagy egyszerűen valaki, akivel beszélgetünk, elolvasunk egy ígét, vagy elmondunk egy igazságot, és ő nem érti. Olvassa a betűket, én egyet értek, és egészen mást ért belőle. Így volt ez Jézus tanításával is. És mi se kell csodálkozzunk, hogy manapság is az emberek ugyanazt az íget annyiféleképpen magyarázzák. Amúgy nekünk a hátrányunk az, hogy egy hihetetlen relatív világban élünk, minden relatív, nincsen semmi abszolút igazából. Ez a sajátosság ennek a posztmodern világnak, ezért minden igazság is relatív. Én így értem, te úgy értem, te úgy érted. Tiszteljük egymást, mindenki értse maga módján, és így megyünk együtt, mondják általában az emberek. De hadd nézzük meg, hogy milyen volt Jézus írásmagyarázási elve, vagy ahogy a tanulmány is mondja, Jézus hermeneutikája. A hermeneutika is egy írásmagyarázási tudomány, filozófia hermeneutika, biblikus hermeneutika, vagy profetikus hermeneutika. Viszont itt megnézzük pontosabban és leegyszerűsítve, hogy Jézusnak mi volt a hermeneutikája, vagyis mi volt az írásmagyarázási elve. Négy pontban van ez bemutatva a tanulmányban, és hadd nézzük meg, hogy milyen módon magyarázta ezt meg egykor a tanítványoknak, és még egyszer olvasok ebből az igerészből egy néhány verset, már Lukács 24-25-től. Ó, balgák és restszívűek, mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És az idézett ige Mózestől kezdve a profétákon keresztül megmagyarázta mindazt, amit ő felőle megíratott. Melyik Jézus Biblia értelmezésének, vagy profécia értelmezésének a négy elve? Az első az úgynevezett kánoni elv. Krisztus nem az akkor látható elméletek, igazságok alapján próbálta értelmezni az ő munkásságát, hanem az ő életét és munkásságát próbálta a felőle megírt proféciák vagy igékre alapozni. Ez a kánoni elv, kánon a bibliai kánonra vonatkozik, vagyis az akkor ismert írások alapján próbálta megmagyarázni, hogy kicsoda ő, mi a munkássága, mi kell történjen az ő életében, és mi az ő szerepe a megváltási terve. Az írásokat használta fel a biblikus információt a saját messiási munkájának, vagy életének a megmagyarázására. Tehát más szóval a
Biblia értelmezéséhez nem szükséges semmilyen külső kommentár, hanem a magyarázást, a magyarázatot magában a Bibliában találjuk meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem használhatunk különböző kommentárokat, lexikonokat, szótárakat. Nagyon-nagyon jót tesznek azok, főleg ha elmélyítenek a Biblia ismeretében, a különböző héber, arám vagy görög szavaknak a megismerésében, azonok az összefüggéseiben, nyelvtani elemzésében, de az írás önmagában is érthető. Gondoljunk csak bele, a mi időnkben most van rengeteg kommentár. A tudomány nagyon fejlődött teológiai szinten is, és rengeteg információhoz juthatunk laikusként is. De gondoljunk a régi századokra, hogy évezredekre. Amikor nem voltak ilyen kommentárok, az emberek még olvasni sem tudtak, de az ige akkor is érthető volt. Mert az egyszerű olvasásban az elmélyült ember, aki összehasonlítja a különböző igéket, megértheti mindazt, amit a Biblia üzenni szeretne számunkra. Krisztus maga alapozta meg a Biblia felsőbbrendűségét a hagyomány felett. És más írók is aláhúzták a tényt, hogy a Szentírás felette áll az emberi filozófiának, mondja egyik fontos kijelentése ennek a tanulmánynak. Manapság, főleg a történelmi egyházak inkább a hagyományt teszik előtérbe. Szent hagyomány, ami igazából az ő hermeneutikai elvük, ami megmagyaráz a Bibliát is, de igazából véve a hagyomány felette áll a Bibliának. És a hagyomány fényében nézik a Bibliát és annak a különböző kijelentéseit. De Jézus nem a hagyomány tette, akkor is volt rengeteg hagyomány, zsidó hagyomány és különböző keleti népektől átvett hagyományok, de ezeket mind félretette, és próbálta az írást saját magával magyarázni. Ahelyett, hogy filozófiai feltételezéseket bebocsátkozott volna, az ő magyarázási elveit a Szentírásból vette, és csak arra alapozta. Értek, mi is próbáljuk meg, hogy nem mi magunk magyarázzuk a Bibliát. Van sok kijelentés, amit mi szeretnénk egyféleképpen magyarázni. Nekünk az jól jönne, ha az úgy lehetne érteni. De ne próbáljuk mi magunk felfedezni új magyarázási elveket, hanem engedjük meg, hogy a Biblia magyarázza meg saját magát. Ne a mi életfilozófiánkhoz, vagy gondolatainkhoz, vagy vallási elképzelésünkhöz próbáljunk keresni bibliai alapot. És addig keressük egy szöveget, ami valahogy tudjam az én látásomat alátámasztani. Nem, hanem olvasom a Bibliát úgy, ahogy van, és fogadjam el azt, amit a Biblia mond. És az én gondolkodásom alakuljon a Biblia után, amit a Biblia tanácsol nekem. Egyetlen egy kivétel van, ami, hogy személyes módon magyarázhatjuk a Bibliát, az úgynevezett Bibliának az egyszerű olvasása. Főleg én a reggeli áhítathoz szoktam ajánlani, amikor az ember fel kell olvassa a reggeli textust, igét vagy a fejezetet, azt olvassuk. Félreteszünk történelmi hátteret, kontextust, bármit, egyszerűen olvasom a Bibliát, és az, amit nekem üzen az az ige, lehet, nincs helyesen értelmezve, de nekem úgy azt üzen Isten az által, az én akkori helyzetemben, érzésvilágomban, problémáimban, élethelyzetemben, és ez részemre Isten így üzenhet. Ez egy egyedi, egy egyéni magyarázási mód. De ezt nem tudom másra erőltetni. Nem tudok ebből egy elvet készíteni. Ezt Isten azon az íge által nekem aznapra szeretné üzenni, és hallgassuk meg, olvassuk el, mert Isten sok mindent tud üzenni. Ilyen módon a mi részünkre személyesen. A második krisztusi hermeneutikai elv, vagy írásmagyarázási elv, a Szentírás egységének az elve. Az tegnap esti témában láttuk azt, hogy mennyire sokrétű volt a Biblia írásának a története. 40 ország, ha jól emlékszem, valahol itt le volt írva, sokkal több író, több évszázad volt az írás ideje a Szentírásnak, és mégis, mindezek ellenére, a kulturális sokrétűség ellenére a Biblia egy egységes könyvet alkot.
összetartozik. És van eleje, és van vége, és van egy logikus fonala, ami végigmegy az egész íráson. Ez a Biblia írásának igazából a csodája. De ne felejtsük el, hogy ez a következtetés az írás egységére vonatkozik. A Szentírást a maga egységében kell vegyük. Nem lehetünk csak az Ószövetség hívei, vagy csak az Újszövetség hívei, hanem az egész Bibliát el kell fogadjuk a maga teljességében, és ne felejtsük el azt, hogy egy átok is szól azok részére, akik elvesznek vagy hozzátesznek, hogy Isten elmondta azt, hogy mi következik azokra, akik próbálják meg megcsonkítani, vagy hozzátenni a bibliai kánonhoz. Krisztus kihangsúlyozta azt, hogy Mózestől elkezdve, a prófétákon keresztül megmagyarázta az írásokat. Ő is tudta azt, amit Pál apostol később elmondott, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A teljes írás az elejétől a végéig Istentől ihletett. Igen, Jézus az akkor ismert Szentírást, a Héber Bibliát használta fel magyarázatként, és annak minden egyes részét, minden egyes könyvét felhasználta, és azokból próbálta megmagyarázni a rávonatkozó proféciákat és az ő életének a sajátosságait. Ezért, kedves gyülekezet, kedves testvéreim, gyertek, mi is fogadjuk el a teljes Szentírást. Azokat az ige részeket is, amelyek úgy nem tetszenek annyira nekünk. Kicsit kényelmetlenek a mi részünkre. Azokat is el kell fogadjuk. Hiszen ha Isten gyermekei szeretnénk lenni, akkor Isten elvárja, hogy tökéletes módon, annak a részleteibe ismerjük meg, sajátítsuk el, és majd éljük mindazt, amit Isten elvár tőlünk. A harmadik írásmagyarázási elv az úgynevezett krisztológiai elv. Vagyis más szóval az egész Bibliának a főszereplője kicsoda? Jézus Krisztus. Az Ószövetség rámutatott, rávetített, az egész áldozati rendszer és rengeteg profécia, majd az Új Szövetségben teljesedik, és a Krisztus utáni írók pedig visszavonatkoznak Jézusra, mint alapra, és így az egész Szentírásnak a piros fonala, az átvezető, összekötő fonala az maga Jézus Krisztus személye. János 5.39-ben tudjuk az ígét, tudakozzátok az írásokat, mert ezek bizonyságot tesznek rólam, mondja Jézus Krisztus. Ne felejtsük ezt el. Bizonyságot tesznek rólam. Nagyon jó lenne, hogyha az ígében mindenhol Krisztust keresnénk. Az ő személye, az ő szellemisége, az ő beszédei, a róla szóló tanítások, az ő tanítása igazából a 10 parancsolattól kezdve, bármely bibliai elv, Jézus tanítása, Isten tanítása. És itt, ha megengedhetik, megemlíteném még egy annyit, hogy Krisztus, mint minden tanítás központja, vajon ma is érvényes? Igen? Mindenképpen igen. Ma is minden prédikáció központja Jézus Krisztus ellen, hogy legyen? Igen vagy nem? Minden bizonnyal, hogy igen. Gondolkodjunk el, szólok, aki szoktak prédikálni, hogy bár mindannyiunkhoz, sajnos hány prédikáció elhangzik, aminek semmi köze Krisztushoz, az ő szellemiségéhez, az ő tanításához, az ő elveihez. Ezért jeltek, próbáljuk meg Krisztust prédikálni. Bármit mondunk, a központban Krisztus legyen. Hiszen a krisztológiai elv ma is érvényes, és minden üzenet, bármit mondunk, legyen az bármilyen területű, az alapja ott kell legyen Jézus Krisztus benne. És ez adja meg a hitelességét, a súlyát, a tekintélyét, hogy az üzenet Istentől származik, és valóban Isten üzenete. Sajnos sok hamis tanítás létezik. Lappang, terjed. Emberek mondják el saját véleményüket. Úgy magyarázzak az ígét, a proféciákat, hogy ők akarják. Maradjunk meg a krisztusi alapnál. Ez a garanciája annak, hogy a keskeny ösvényen haladunk,
És ha bármilyen új igazságot hallunk, ne felejtsük el, az előző elvek érvényesek, a kánoni elv, a Szentírás egységének az elve. Minden új igazság az előzőre kell épüljön. Ha nem épülhet rá, akkor hamis tanítás. Akkor nem Istentől származik, akkor a sátán akar beférkőzni, hogy eltávolítson bennünket Istentől. És ne felejtsük el még egy dolgot. Általában minden hamis tanításnak egy általános következménye van, hogy széthúzást szít a gyülekezet tagjai között. És így alakulnak meg különböző csoportok, egyik mellette, másik ellene van. Az Isten igazság viszont egyesít. Krisztus egyesít. Egyedüli, összekötő fonal az Jézus Krisztus, ezért őre alapozzunk. Ami személyes meggyőződésünket, hitünket, tanításunkat, és miért nem, igehirdetésünket is. És a negyedik jézusi magyarázási elv a megváltás tervének központi szerepe. A Szentírás nem csak azért íródott, hogy a mi tudás szomjunkat csillapítsa. Tudjunk meg sok mindent a történelemből, a történelemről, a különböző idők vallásosságáról, az Isten igazságáról, a mennyországról és egyéb dolgokról, hanem a Szentírás azért íródott, hogy a mi részünkre bemutassa a megváltás tervét. Így mondja a tanulmány. Ezáltal, hogy rámutatott, hogy ő volt az írásokban szereplő ígéretek teljesedése, Jézus Krisztus Isten bárányaként mutatkozott be, aki képes megmenteni és üdvözíteni az embert. A megváltás kinyilatkoztatása az egész Szentírás központi célja. És amikor az ígét tanulmányozzuk, alapvető magyarázati elv kell, hogy legyen. Igen, a Szentírás azért íródott, hogy mi üdvözüljünk. A Szentírás értünk íródott. A célja, hogy bennünket, embereket megmentse. És ezért, bármikor, amikor a Bibliát olvassuk, azt kérdezünk magunkat, hogy ezáltal mit tanít Isten nekünk? Ezáltal mit vár el Isten tőlünk? Milyen információval gazdagodtuk, ami hozzájárul az én Istennel való kapcsolatomhoz, az én Isten képem gazdagodásához, az én megismerésemhez, hogy én jobban, minőségibb módon és sokkal gyakorlatibb módon tudjak közeledni Istenhez, imádjam őt és szolgáljak neki. Ha követjük a Jézus által alapított elveket, ezek nem csak a bibliai igazságok megértésében lesznek segítségünkre, hanem lángra gyújtják szívünkben az üdvösség örömét, amelyet a Szentírás ígérete szerint ő ad a mi részünkre. Ez a négy elv volt, ami a Jézus értelmezésének a dióhéjban összefoglalt fontosabb elve. De ahhoz, hogy a Bibliát megértsük, mit kell tegyünk vele? Először is olvassuk. Ha nem olvassuk, nem tudjuk megérteni azt. Ha már elolvastuk, akkor szálljunk több időt rá, hogy elmélyüljünk annak a tanításain, elmélkedjünk felette. Miért tanuljuk meg kívülről azokat? Tanulmányozzuk, próbáljuk meg megérteni a mélyebb mondani valóját. És így válik az íg a miénké. Ezek az elvek segítenek, de ha én nem foglalkozok a Bibliával, ha én nem veszem a kezembe, ha én nem olvasom azt, akkor semmi esélyem nincs arra, hogy megértsem. Ennyire elterjedt és könnyen beszerezhető a Biblia nem volt soha, hogy nem csak néhány fordítású nyomtatott könyvünk van, és meg lehet venni apró pénzért mondjuk azt, hanem ott lehet a telefonunkban, millió egy fordítású és nyelvű Biblia, ott lehet bármilyen elektronikai eszközön elérhető bárhol. És mégis ez a nagy terjedelmű rendelkezésünkre állás ellenére csökkent a Biblia olvasásának, Bibliával való foglalkozással szánt idő sajnos. Gyertek, törjük meg ezt a hagyományt, és szálljunk többet az ígére. Most az ima héten szálljunk időt, hogy többet olvassuk a Bibliát. Legyen egy ima alkalmunk ezen az ima órán kívül, és hiszem, hogy mindenkinek megvan, ahol szálljunk időt arra, olvassuk a Bibliát,
elmélkedjünk felette, mélyüljünk el abban, imádkozzuk mindazt, amit Isten kér tőlünk, hogy teljesíteni tudjuk, és így hozzuk magunkhoz közelebb a Bibliát. Záró gondolatokat a tanulmányból olvasom el, egy idézet a Nevelés című könyv 123. oldaláról. A Biblia mindazokat az alapelveket tartalmazza, amelyeket meg kell érteniük az embereknek, hogy alkalmasak legyenek erre és az eljövendő életre. Ezeket az elveket mindenkinek meg kell értenie. Aki értékeli a Biblia tanításait, nem olvashat el belőle egyetlen szakasz sem anélkül, hogy ne nyerne valamilyen áldásos gondolatot. A Biblia legértékesebb tanításait nem alkalmi vagy összefüggéstelen tanulmányozás által nyerjük el. Az igazságmagasztos rendszerét a Szentírás nem úgy tárja elénk, hogy azt felületes, gondotlan olvasó is megértheti. Sok kincse mélyen fekszik a felszín alatt, ezért csak szorgalmas kutatás és állandó erőfeszítés által jutunk el odáig. Azokat az igazságokat, amelyek a nagy egészet alkotják, ki kell kutatnunk és össze kell gyűjtenünk, mert itt egy kicsi, ott egy kicsi, mondja Ésaiás 28:10. verse. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, gyertek, döntsük el ma este újra, hogy az ige emberei leszünk. Az igét úgy próbáljuk megérteni, hogy azt Isten meghagyta a mi részünkre. Isten segítségét, a Szent Lelket kérjük, hogy segítsen bennünket megérteni, legyen ez elsődleges ima célunk. Kérjük Istentől azt, hogy őrizzenek bennünket a hamis tanításoktól, a hamis értelmezésektől, az ő Szent Lelke adja meg a bölcsességet, hogy megmaradjunk a szűk, keskeny ösvényen, és úgy értsük az ígét, ahogy az Isten akarta megírni a mi részünkre. Imádkozzunk azért, hogy legyünk szorgalmasabb kutatói az ígének. Ne felejtsük el a pionírjaink, főleg William Miller több éven keresztül kutatta a Bibliát. Szorgalmasan kutatta, sokszor reggeltől estig, vagy estétől reggelig, és úgy jött rá a különböző proféciákra, teljesedésekre, amelyek az ő idejében be is teljesedtek. Ezért mi is kérjük Istentől a szorgalmat, hogy szánjunk időt erre, és tudjunk több időt szánni. Nem utolsó sorban, missziós periódusban vagyunk, imádkozzunk a gyülekezet missziós projektjeiért, terveiért, a mi személyes misszió életünkért. És ha a gyülekezetben vannak különböző problémák, betegek, gyengélkedők, őket is hozzuk az Úrral, és kérjük a gyógyítást, mind lelki, mind testi vagy fizikai betegekre. Ha ezen kívül más ima célunk is van, hozzuk ezeket az Úr elé. Megkérem, imádkozzunk hangosan, imádkozzunk röviden, és imádkozzunk hittel, és így kérjük ezeket az Úrtól. Leborulunk? Igen. Leborulunk az imádságra. Amen.
Fogad hálánk Istenünk, hogy ma este szóltál hozzánk, köszönjük a Te ígédet, köszönjük az íge értésének az elveit is, köszönjük a Te példádat, Jézusunk, bocsáss meg, hogy nem mindig tudtuk azt megélteni és elfogadni, és főleg élni kellőképpen. Adj erőt, jó Atyánk, hogy a Te segítségeddel kellőképpen tudjuk érteni, magyarázni és bemutatni másoknak is. Áld meg ezt a közösséget, jó Atyánk, ennek minden egyes tagját, gyerekeket, ifjakat, középkorúakat, időseket. Adj, Atyánk, hogy mindenki a Te segítségeddel éljen Te néked, és Téged tudjon bemutatni, és készüljön a Te országod számára. Áld meg, jó Atyánk, a közösségnek a missziós terveit, add a Te isteni lelked, add, aki vezesse őket, és minél több embert hozzon el, hogy megismerjenek Téged, és elfogadjanak Téged. Ó, jó Atyánk, hisszük, hogy Te velünk leszel az imai további napjaiban is. Segítsél meg, jó Atyánk, hogy Te hozzád közeledjünk, Te pedig alakíts, formálj, nemesíts bennünket. Hisszük, hogy ezt meghallgatod, imánkat meghallgatod. Jézus nevében kértük. Amen. Amen. A gyülekezet nevében meg szeretném köszönni, hogy eljöttél, meglátogattál és szóltad Istennek igéjét. Kívánjuk azt a gyülekezet részéről, hogy ahova mész, majd vidd el a kolozsvári gyülekezetnek az üdvözletét. Befejezzük Isten tiszteletünket és az 58-as számú énekünket fogjuk énekelni. A befejező imára megkérem Halmi István testvérünket, hogy ő szólja azt az imát. Thank you.
a bűneinket Szent Vávai Sámolyához, a kereszt övében, hogy te megbocsássad azokat, ami keresztény életünk, ami hét életünk egy új rendületet legyen a következő évben. Várjuk azt a boldog reménységet, amikor tudunk találkozni ránk a megtartunkat. Jöjjön el a te országod, minél hamarabb, nagyon várunk téged, szeretnék veled lenni már az örökké valóságban. Amen. Könyörgünk fogadja a mi imánkat, és vezess tovább is a mi életünket, drága megváltom, nevében kértünk. Amen. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordíts az Úr az orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen. Amen.